Szeretettel köszöntöm nézőinket a 7.tv kikötő című műsorában. Korábbi adásaink során többször is foglalkoztunk már a zene és a kereszténység viszonyával, a kortárs zenei irányzatokkal és az eltérő alkotói nézetekkel. A kikötő legújabb vendégével, Andelicz Jonatán Jotával, a dalszerzés origójáról, az inspirációról és az Isten kapcsolatról beszélgetünk. Szervusz, köszönöm, hogy elfogadtad felkérésünket. Sziasztok! Én is köszönöm, hogy felkértetek. Tulajdonképpen az apropója annak, hogy most beszélgetünk, és ezt nem is rejtjük véka alá, az az, hogy a hónap végén ismét elindul a Dal című tehetségkutató, vagy dalverseny, nem is tudom, mi is lenne erre a jó és szakszerű megnevezés, de ezen a versenyen te is részt veszel, és hogy nem is akármilyen dallal veszel részt. Erről beszélgessünk egy picit. Milyen dallal indulsz, honnan jött az, hogy ezen a versenyen te is részt veszel majd? Szerintem egyébként mondható ez, hogy dalversenynek, mert így a dalok vannak versenyeztetve azért. Hát, ahogy indultam, meg hogy milyen dallal indulok, az egészen véletlenszerű. Lehet, hogy az lenne a jó, hogyha így mondanám, hogy de határozottan tudtam, hogy mi a cél, de ilyen nagyon véletlen jött. A producerem Ferenc Pete javasolta, hogy miért nem jelentkezek ezzel a dallal. Aztán elgondolkoztam, hogy végülis miért nem jelentkezzek ezzel a dallal. Ártani nem árt, ha jelentkezek. Úgyhogy jelentkeztem. És hát ez egészen konkrétan én, amikor ezt megírtam, ez egy dicsőítő dalnak írtam. Az volt a célja, hogy legyen egy dinamikus nóta, amit együtt énekelve élvezünk, örömködünk rajta, de aztán ezek szerint így kitágult a perspektíva a dal előtt, egészen váratlanul, mert nyilván az ember így örül, hogy bejutott, sőt, nagyon örülök, de amikor beküldtem, akkor úgy voltam vele, hogy azért elég kétesélyes, hogy egy ilyen nóta bekerüljön egy ilyen műsorba, aztán utána teljesen le voltam döbbenve, hogy wow! Azért is érdekes most mindez, amit elmondtál, hiszen téged már ismerhet azért a hazai közönség, nem csak a keresztény berkeken belül, hanem egyébként is egy korábbi tehetségkutató kapcsán, amióta már eltelt azért néhány év, de közben te nem tűntél el mégsem, és hát pont erről beszélünk most, hogy születtek a dalok, több dal is született, és én azért valamennyire ráláttam a te munkásságodra. Mi történt az elmúlt években, most nem konkrétan 2020-ról, ami egy érdekes év volt, hanem mindeközben, ahogy te feltűntél a színen, úgy a mainstream számára is, és aztán pedig mondjuk így, hogy búvópatakként dolgoztál, működtél, és most ismét előkerülsz. Mi történt, mi zajlott ez ebben az időszakban? Hát ugye én leginkább az egyházzenei vonalon mozogtam, ott, abban nőttem fel, gyülekezetben nőttem fel, így kicsit ilyen, hogy mondjam, predesztinált volt ez a pálya. Nem azért, mert elzárkózok a világi színpadtól, és így teljesen én csak szakrális dolgokba vagyok hajlandó bármit is csinálni, hanem egyszerűen így alakult, meg természetesség szintjén is így alakult az életem, úgyhogy azon a vonalon én a tehetségkutató óta is működtem, koncerteztem, hívtak nagyobb keresztény fesztiválokra, zenei rendezvényekre, vagy más rendezvényekre, és ott koncerteztem, mentem saját zenészeimmel, úgyhogy igazából erről szólt, aztán útközben egyébként azóta felkerültem Budapestre, most már 5 éve itt élek fent, és aztán kicsit az alább hagyott maga a koncertezős része, és jött egy lehetőség, hogy egy Európai Uniós projektbe dolgozzak, amit akkor úgy éreztem, hogy az most úgy időszerű, és egy kicsit jó is, hogy egy ilyen biztosabb, egy ilyen 8-tól 4-ig, vagy 8-tól 5-ig történetbe beállok, az most egy kicsit kell is nekem, és amellett meg nyilván folyamatosan, hogyha
jött az ihlet éppen egy dal kapcsán, akkor jött, aztán nem álltam meg, tehát hogy nem távolodtam el a zenéléstől, a dalírástól, meg a zongorától, csak maga a koncertezős műfaj az egy kicsit alábbhagyott. Említetted itt az indulással kapcsolatban, a, mondjuk így a gyökereiddel kapcsolatban, hogy hát majdhogy nem predesztinálva voltál arra, hogy ebben a mezőnyben, vagy ebben a szcénában fejtsd ki a te tevékenységedet, hát mégiscsak azért egy lelkipásztor édesapával a hátad mögött indultál útnak, ami hát sokak számára egy nehéz batyú tud lenni, egy nehéz tarisznya ebben a tekintetben, és mégis van egy saját hangod, és mégis van egy, most nem csak arról a hangról beszélek, ahogy énekelsz, hanem egyébként is egy előadói forma. Írtuk azt, és ezt tudja talán mindenki rólad, hogy hát nem csak énekes vagy, mint ahogyan annak idején ebben a bizonyos tehetségkutatóban megismert az ország, hanem dalszerző vagy, és zenész is vagy, ugye a zongora, mint központi hangszer ott van az életedben. Amire szeretném, hogyha egy picit rátérnénk, az az, hogy az a fajta Amerikába jöttem mesterségem címere, tehát honnan indultál el, miként indultál el, mi a te legnagyobb inspirációd, az hogyan jelenik meg a te dalaidban, hogyan születik meg általában egy olyan dal, amit aztán később például a kortárs keresztény körökben dicsőítő dalként énekelnek. Hát már óvodáskoromban a szüleim beirattak zeneiskolába, hogyha egészen a KH-tól kell kezdeni a történetet, és utána már egyből kb. Tudtam, hogy a zongorát szeretném választani, mint hangszert, úgyhogy 6 éves koromtól el is kezdtem tanulni zeneiskolában, és hát nálunk a gyülekezetben, ott Békés Csabán, ott a zenei része a közösségi életnek az nagyon, hát az egy jelentős, pontosabban a közösségi életnek egy jelentős része volt a zene, a közös éneklés, a dicsőítés, tehát nem, és ennek egy inkább egy kortárs formája. Úgyhogy előbb-utóbb az így, nem tudom, elkezdtem mozgatni a fantáziámat, hogy abban én szeretnék részt venni, én szeretnék annak a része lenni, annak az egész folyamatnak, ami ott történik, és nem csak a padok között, hanem elől is. Aztán én szerintem olyan 14 éves koromban fogalmazódott, meg erősödött meg bennem, hogy én jobban, nekem ez egy több, mint csak hogy szeretem a zenét, meg szeretek zenélni, meg énekelni, hanem ez sokkal többet jelent. És akkor is kerültem be a dicsőítő csapatba, a zenei csapatba, és aztán utána azóta nem kerültem ki igazából. Aztán maga az a kapcsolat, vagy a kapcsolódás Istenhez, nekem a hittem megélésének egy nagyon jelentős része a zene, a dicsőítő zene, hívjuk így. És nyilván az annak ellenére, hogy mi benne vagyunk, a mi gondolataink vannak benne, de annak a központi témája, annak a fókusza Isten. És nekem az Istennel való kapcsolatomnak a nagy részét a zene teszik én. Igazából mondhatnám így is, hogy én a legőszintébben a szívemnek a legmélyebb pontjából a zenén keresztül tudok imádkozni. Mert sokszor, ami nekem mondjuk egy imában nem jön a számra, vagy nem tudom elmondani pontosabban prózában, hát akkor dalban mondtam el, plágium, de hogy itt tényleg az van, hogy az így úgy érzem, hogy az sokkal mélyebbről jön, és sokkal jobban kifejezi azt, ami éppen van, és amit éppen szeretnék mondani, meg kifejezni Isten felé, vagy csak úgy a helyzetemben. Istenről szóló dal az szükségszerűen dicsőítő dal is egyben? Ez egy jó kérdés, nem tudom. Nem tudom, mert inkább ezt mondom, mert hülyeséget nem akarok mondani. Ezen így még nem gondolkoztam. Az viszont biztos, hogy fordítva, én azt gondolom, hogy az dicsőítő dal, ami Istenről szól.
érted, hogy mire ja, érted, abszolút, mire abszolút érthető. Hát, tehát nehéz úgy dicsőítő dalt írni, hogy a dicsőítés tárgya az nincsen benne, de érdekes egyébként ez a fogalom is, hogy azért te is legfőképpen erre a fogalomra húzod rá mindazt, amit te csinálsz, mert nem egy keresztény énekes dalszerző vagy egyszerűen, hanem dicsőítőként is hivatkozol magadra. Egyébként ez a fajta zenélés, éneklés, ahogy mondtad, hogy a gyülekezetben is azért ez egy erőteljes vonulat volt, és ez mind a mai napig így van. Ez mennyire fontos, vagy mennyire gondolod azt, hogy a dicsőítés az például a keresztény ember számára egy központi dolog kell, hogy legyen? Kell, hogy az legyen? Szükség van erre? Hát, az, hogy mi kell legyen, az túl drasztikus. Ez bármilyen esetben egyébként nekem az túl drasztikus. Mert rengeteg ember van, rengeteg individuum vagyunk. Az, hogy éppen az, hogy dinamikusan, vagy legalább produktívan, vagy valahogyan megéljük a hitünket, az Istennel való kapcsolatunkat, szerintem ahányan vagyunk, annyi dologra tudjuk azt mondani, hogy na, ez kell. Tehát, hogy enélkül én ezt nem tudom megélni. Persze, nyilván vannak alapmotívumok, tehát most nem arról beszélünk, hogy nem tudom én egy csomó mindenről, de hogy... Nehezet kérdeztem. A zene az egy nagyon erőteljes dolog. Az a történelemben, a világ, az emberiség részének, az emberi kultúrának egy nagyon... egy alapvető, megalapozó része, tehát ezt nem tudjuk vitatni, tehát hogy ősidők óta. És ez szerintem az emberi kifejezés formának akkora szelete a zene, mint olyan, hogy nekem az kérdőjeles, hogyha valaki ennélkül próbálja mondjuk megélni az Isten kapcsolatát, vagy a hozzá fűződő érzelmeit, vagy nem tudom, akkor az teljes, hogyha ez a szelet hiányzik. Lehet, hogy teljes, nem tudom, de én ezt meg tudom kérdőjelezni. Tehát nem akarom drasztikusan kijelentni, hogy már pedig ez kötelező, nem tudom. Annyi fajta típus vagyunk, de szerintem biztos, hogy van. Tehát inkább talán a szeletnek a mérete az különbözik ember típusonként, meg személyiség típusonként. Hogy van, akinek nem akkora szeletét képzi, de biztos, hogyha más nem is egy apró szelet, apró cikkely a történetbe a zene. Van, akinek meg mit tudom én a fele. Tehát, hogy így talán... Így tudom ezt megfogalmazni. Abban biztos vagyok, hogy mint ahogy nem tudom, hogy létezik olyan ember, akinek legalább, nem lenne az életében legalább egy dal, ami meghatározó, ami valahogy az adott pillanatban, az adott, annak a dalnak a témája, annak a dalnak a zenei része, meg nem tudom, aktualitása, meg stílusa, az nem fogta meg, nem ragadta meg. És én nem gondolom azt, hogyha valaki az Istennel való kapcsolatában átél egy ilyen zenei élményt, akkor azt azután tudja ignorálni. Nem hinném, hogy van ilyen ember. Tehát, hogyha valaki átél egy olyan zenei élményt, aminek a fókusza Isten, az ő személy, az ő jelenléte, akkor szerintem azt keresni fogja. Az annyira jó, hogy az hiányozni fog utána. Tehát ez olyan, mint egy nagyon-nagyon finom kaja, amit egyszer ettél, arra vágysz, hogy akkor olyat még akarsz enni. Azért ez egy elég jó összefoglaló volt itt a végén. Azért is kérdeztem meg, és lehet, hogy picit nehezet kérdeztem, de szándékosan szerettem volna a kell szót, és az igényünk van rá kifejezéseket használni, mert hogy azért az előző év, és hát talán most is így indult ez a 2021-es év is, nem igazán kedvezett a közösségi összejöveteleknek. Most konkrétan a gyülekezeti közösségről beszélek, és nagyon sokak számára ez egy nagyon fájó és hiányzó pont, éppen az, amit te is említettél, hogy mennyire a gyülekezetnek egy ilyen központi részét képezi az, egy gyülekezeti összejövetel részét képezi az, hogy igen, van közös Isten dicséret, hogy ez például hiányzik. És azért most talán választ is adtál rá,
hogy ezt nem is igazán lehet máshogyan pótolni. Te például, mint aktív dicsőítő, hogyan tudtál az elmúlt év során ilyen módon működni? Én éppenséggel az elmúlt évben pihenőn voltam. Attól függetlenül is így lett volna, ahogy ez az év alakult, ilyen hatalmas nagy fordulatokkal, mert egyszerűen egy olyan szakaszhoz ért az életem, valamivel több mint egy éve, hogy sok mindenbe elfáradtam, és úgy éreztem, hogy pihennem kell, hogy felelősség teljesen, úgyhogy ahhoz a szívemet bátran adom, nem tudtam csinálni a dicsőítés vezetést. Aztán e-mailámmal nem akartam, tehát hogy ilyen szempontból, meg több szempontból is, de ezen a területen is én mindent vagy semmit vagyok. Tehát, hogy vagy rendesen, vagy sehogy inkább, és úgy éreztem, hogy rendesen nem tudom. Aztán ezért most pihenőn vagyok, de ettől függetlenül ezt nem kapcsoltam le, ezt a történetet. Pont megjelent a dalírásban egyébként, tehát hogy az idén több új dal is született, otthon bezárva a négy fal közé, úgyhogy igazából ebben az elmúlt időszakban egyébként megéltem azt, hogy nem volt más formája az Istennel való kapcsolatom megélésének, hanem nem volt, amikor tényleg nem maradt, amikor nem tudtam oda menni, vagy nem tudtam rákapcsolódni Istenhez, csak egy talon keresztül. Sehogy, tehát se ima nem segített, se bibliaolvasás, se ez, se tanításhallgatás, meg egyébként őszintén kedvem se volt, meg mit tudom én. És viszont volt, hogy eszembe jutott egy dal, és az egyszerűen meg nem tudom, bekapcsolt bennem valamit, amire úgy éreztem, mintha így ilyen plug-innel rákapcsolódnék amennyire. Úgyhogy, de egyébként a visszakanyarodva ennek az aspektusából az előzőhöz, hogy pont ezért mondom azt, hogy értem, hogy miért a kellett használta, de ezért nem tudom mondani, hogy kell, mert az már nagyon, tehát az nagyon megmondós. Tehát én ilyen vagyok, nekem így működött, viszont valaki meg teljesen más típus, tehát hogy lehet, hogy van, aki olyan helyzetben, amikor úgy érzi, hogy nincsenek kapcsolódási pontjai vagy hídjai az Istenhez, akkor nem a zene az híd, hanem mondjuk, nem tudom, mondjuk ő olyan típus, hogy meghallgat egy jó igehirdetést, vagy egy elmélkedést az igével kapcsolatban Istenről, és az egyszerűen megfordítja, és az ilyen teljesen újra tölti, motiválja, energizálja, mások vagyunk. Picit beszéljünk arról a dalról konkrétan, amivel versenybe szállsz. Összegezted itt most az előző évedet sok aspektusból, ez a dal pedig arról szól, hogy én áldom, tehát én mint egyén áldom az Istent, erről szól a te dalod. Mennyire vagy ige alapján dalíró, és mennyire vagy inkább saját, vagy intuitív, vagy saját élményből fakadó dalíró? Ez a dal hogyan született konkrétan? Én szeretek az igéből, a Bibliából meríteni, sőt szeretem azt, hogy át is fogalmazva, de szeretem azt beleírni a dalszövegeinkbe egyébként. Én azt hiszem, hogy annak egészen különleges ereje van, amikor az ember már egy érett, gondolkodó személy, jelen esetben Isten részéről egész pontosan megfogalmazott gondolatokat ültet bele a dalába. Szerintem azzal nem lehet mellé fogni. De az biztos, hogy a dalírásomban én egyébként, amikor dicsőítő dalt írok, az nekem nagyon határozott célom, hogy meg elvem, hogy konkrétan Istenről szóljon, tehát nem, ne virágnyelven énekelgessünk, tehát hogyha Istenről énekünk, akkor Istenről énekünk. Tehát amikor mondjuk valakinek beszélek az anyukámról, akkor nem körbeírom
hogy hát egy olyan személyről éneklek, még mit tudom, aki épp a szerelmem is lenne, vagy a szomszédom, vagy mit tudom én. Nem tudom, az az ember azt tudja, hogy éppen az anyukámról beszélek. Na most én, amikor dicsőítek, akkor én, az mindenki tudja, hogy én akkor Jézus Krisztusról beszélek, és nem fűről fárom. Úgyhogy ez egy alapvető célom. A másik meg az, hogy dalokat úgy írjak meg, még hogyha személyes dal is, és mondjuk tehát nyilván mély személyes érintettségem van a dalban, egyébként úgy, de nagyot mondtam, minden dalomban mély személyes érintettségem van, hiszen én írom, de hogy az célom, hogy valahogy úgy fogalmazzam meg, hogy az a más is tudjon azonosulni, és ne, tényleg ne rólam szóljon, ne arról, hogy én egy adott helyzetben, egy adott harcban, egy adott nehézségben én mit csinálok, én mit érzek. Nyilván ez is elhangozhat, és nem baj, hogyha valaki erről ír, de én inkább szeretnék arról beszélni, hogy egy adott helyzetben Isten mit tesz, egy adott helyzetben mi az a jó döntés lehetőleg, amit kéne tegyek, és ha más nem, akkor legalább éneklek róla, ha nem is teszem, de hogy és ez az áldom is így született, hogy nem hiába írtam le, tehát hogy egyszerűen hogy egy dinamikus dal, tehát hogy egy ilyen bullis nóta van az embernek a fülébe, hogyha hallgatja. De a verszakok, hogy még Nobel-díjat sem kaptam, úgy emlékszem, tehát hogy ez a hát nem éppen valami hú, de én vagyok a hősöknek a nagy falán kirakva valahova, nem tudom hova, meg a második verszak, meg hogyha túlterhelt a szívem, szinte fájjelnem, akkor egy mindig bevált motto jár a fejemben, hogy Jézus minden lehetséges nevedben. Tehát hogy ez is arról szól, hogy oké, nehéz helyzetben vagyok, de mit teszek? Beleragadok a nehéz helyzetbe, és arra fókuszálok, hogy már pedig én nehéz helyzetben vagyok, és rosszul érzem magamat, és akkor, mert ez kb. Előre elrendelt spirál, ami húz le. Vagy az van, hogy jó, de akkor mi a jó döntés? Mit tudok tenni ahelyett, hogy éppen sajnáltatom magamat? Mit tudok ahelyett tenni, amikor éppen egyik jó napomon a szomorkodás helyett tudok jól dönteni, és akkor nem búslakodok, meg nem sírva vigadok egy tisztességes magyarként, hanem valahogy és ez nem strucc politika egyébként, ezt kihangsúlyoznám, hogy ez nem strucc politika, hanem nem tudom, hogyha az ember főz, nem úgy akar jót kaját csinálni, hogy a YouTube-on rossz tutoriálokat néz. Tehát, hogy olyan videókat néz, hogy csinálják a rossz kaját, és akkor utána megpróbál jó kaját csinálni. Nem, hanem folyamatosan azt nézi, hogy csinálják a jó kaját, és akkor megpróbál. Tehát, hogy én Isten nézek, hogy akkor mit kéne tennem, meg mit tehetnék, és akkor megpróbálom jól csinálni. És aztán a harmadik verszakban meg ott van, hogy egyszerűen az öröm, ami a jelenlétében van, meg azok a harcok, amiket ő nyert meg a kereszten helyettem. És így akkor az van, hogy jó, akkor inkább áldom. Inkább nem panaszkodok, inkább nem mondom a magamét, inkább nem húzom le saját magamat, pedig már lent vagyok, és mégis megoldom, hogy még lejjebb kerüljek, hanem inkább áldom. És hirtelen akkor átkapcsol valami egyébként rendszeresen, ami már nem emberi dolog, hanem ami Istennek a reakciója arra, amit én csinálok. Nagyon köszönöm ezt az összefoglalót, és hát sok bátorságot, meg talán azt is mondhatom, hogy erőt kívánunk itthonról, Békés Csabáról neked, nem csak a versenyhez, hanem az életedhez is. Nagyon köszönöm, hogy velünk tartottál, és beszélgethettünk egyet. Kedves nézőink, a kikötőt látták és hallották, köszönjük, hogy velünk tartottak. Legközelebb 3 hét múlva találkozunk, addig is kövessék műsorainkat a televízió képernyőjén, valamint YouTube csatornánkon, és olvassanak bennünket a behir.hu-n, valamint a Csabai Mérleg hasábjain. Viszontlátásra!